Gyengül a forint, de ki tehet róla? Varga Mihály pénzügyminiszter szerint külső piaci okok idézték elő, de baj nem lesz, mert a magyar gazdaság mutatói kedvezőek. Hoppál Péter szerint pedig épp azok hullajtanak krokodilkönnyeket a 310-es euró árfolyam láttán, akik könnyen támadhatóvá tették a forintot. Erről is beszélünk majd Molnár Csabával, a DK alelnökével mindjárt, de azért még folytassuk ott egy pillanatról Karácsony Gergelyel, az előbb abba hagytuk, vagyis hogy mi az elvárható Simon Gábor ügyvelenök szerint. Jó reggelt kívánok! Hogyha igazak ezek a hírek, amiket hallunk és olvasunk, hogy itt egy nagyon nagy vagyonról van szó, amit eltitkolt a vagyonnyilatkozatában a képviselő úr, az egy nagyon-nagyon nagy baj, akkor ezt azonnal tisztába kell tenni. Én úgy tudom, egyébként a nyilvánosság is így tudja, hiszen a szocialisták beszéltek róla, hogy a mai napon fognak tanácskozni a szocialista pártnak azok a testületei, amik arra vannak feljogosítva, hogy ilyen ügyben döntsenek, és azt mondják nekünk az MSZP-sek, hogy ők ezt rövidre szeretnék zárni. Alapszabályuk szerint el kell járniuk, meg kell hallgatniuk az érintettet, mert ez így tisztességes, de a meghallgatás után dönteniük kell. Ezt nem lehet tovább húzni. Egyébként senki nem is húzza az időt. Egy tegnap előtti ügyről van szó, ha jól emlékszem. Ha a szocialisták ma döntenek ebben az ügyben, akkor szerintem akkor megnyugtatóan le lehet zárni. De ez két külön dolog, ha olybá vesszük, illetve nem biztos, hogy két külön dolog, lehet, hogy egyszerűen ez egy dolog. Nem lehet lezárni ezt az ügyet, ezt mondta az előbbi Karácsony Gergely is tulajdonképpen, addig, amíg nem tudjuk, hogy honnan van a pénz. Az, hogy kizárják Simon Gábort a párból, vagy ő lemond, hogy vége van a politikai karrierjének, és visszavonul a közéletből, az egy dolog. Most már ez az ügy, ez ennél többet kíván. Szerintem ez egy része ma biztos, hogy kiderülhet. Tehát hazaérkezik ugye külföldről a pártelnök, a szocialisták testületei összegyűlnek, és nyilván meg fogják hallgatni Simon Gábort. Egyelőre nem tudjuk, hogy mit mond Simon Gábor. Egyelőre nem tudjuk, hogy tud-e erre magyarázatot adni, hogy ez egy törvényes jövedelem, és hogy milyen oka volt annak, hogy ezt eltitkolta a vagyonnyilatkozatában. Bár teszem hozzá, ez utóbbi önmagában már elegendő bűn ahhoz, hogy távoznia kelljen a közéletből. Szerintem a mai napon okosabbak leszünk, ez az egy napot még várjuk meg, és utána, hogyha nem tud egyértelmű, világos, mindenki számára elfogadható magyarázatot adni, akkor azt hiszem, hogy a szocialistáknak a legkeményebben, a leghatározottabban lépniük kell. Gyurcsány Ferenc is, persze természetesen őt is többször megkérdezték erről az ügyről, és most a mi híradónkban is lehetett látni azt a válaszát, ami arról szól, hogy hát ha valaki a mézes csuporba beleteszi a kezét, és így történt, mintha ő tudna valamit, feltételezne valamit, hogy itt nem csak eltitkolt jövedelemről, hanem jogtalanul szerzett jövedelemről van szó. Nyilván nem tud ő sem és én sem erről a dologról semmilyen részletet, hiszen mi nem beszéltünk Simon Gáborral, és a mai napig még az ő saját pártjának a vezetői sem. Kétség kívül, hát azért felmerül a gyanú, hogy hogyan keletkezhet ekkora vagyon egy képviselői fizetésből. Várjunk még egy napot, tisztázzák ezt a helyzetet, hogyha ezt a gyanút nem sikerül tisztázni, akkor nem pusztán arról van szó, hogy távoznia kell a közéletből, akkor tényleg felmerülhet az, hogy itt valamilyen súlyos bűncselekmény történt, de én ezt nem előlegezhetem meg, meg kell várni először, hogy mit mond erről az érintett. Jó, beszéljünk a forint gyengülésről. Azt mondja ezzel kapcsolatban a pénzügyminiszter, hogy pánika semmi ok, nem kell újra tervezni a költségvetést, nem fog visszaesni a gazdasági növekedés, a magyar gazdaság számai jók. Egyébként pedig külső piaci tényezőknek, feltörekvő piaci jelenségeknek köszönhető az egész helyzet. Két szempontból hadd reagáljak erre. Egyrészt még akár pozitív is lehet a pénzügyminiszternek a nyilatkozata, hogy próbálja nyugtatni a piacokat, mert Rogán Antal, aki a Parlament Gazdasági Bizottságának az elnöke, és Matolcsi elnök úr, aki ugye a jegybankot vezeti, ők éppen nyugtalanították a piacot, amikor értelmetlen butuska nyilatkozatokat tettek az elmúlt pár napban. Ebből a szempontból igaza van a pénzügyminiszternek, hogy próbálja nyugtatni a pénzpiacokat. Az a baj, hogy az állításának a valóságtartalma az nincsen teljesen rendben. A cseh korona és a lengyel zloty, amik szintén feltörekvő országok független valutáinak minősülnek, az nincsen ilyen hullámvasúton, mint a forint. Vagyis azt mondani, hogy ez pusztán nemzetközi pénzpiaci hatás, hogy ez a mostan kialakuló török válságnak a következménye, az akkor lenne igaz, ha ugyanez történne a cseheknél és a lengyeleknél is. De nem igaz, hogyha megnézzük az összehasonlító számokat, akkor azt látjuk, hogy igazi nagy baj csak a forinttal van, vagyis ez a magyar gazdaságpolitikának, a kormány és a jegybank politikájának a következménye is lehet. Gazdaságpolitikával kapcsolatban a Fidesz a szóvivői útján, Hoppá Péterre volt most éppen kiosztva a feladat, leginkább azt kommunikálja, hogy a gazdaságpolitikát önök tették tönkre,
ők csak javítottak azóta a helyzeten, és például a forint árfolyamát is önök tették, ugye ön, mint egykori szocialista politikus persze, és a szocialisták általában sérülékenyé annak idején. Most tényleg lassan nevetségesé válik, hogy 2 hónap van a választásokig, és a Fidesz még mindig a 4 éven túli régmúlt eseményére mutat, de hadd mondjak önnek 2 egyszerű számot. 2002 és 2010 között, mikor mi kormányoztunk, akkor összesen 34 olyan nap volt a naptárban 8 év alatt, amikor 300 forint fölött volt az euró árfolyama. 34 ilyen nap. 2010 és 2014 között, vagyis az Orbán kormány idején több mint 200 ilyen nap volt a naptárban. Hasonlítsuk csak össze. Navracsics Tibor 2009-ben még ellenzéki frakcióvezetőként, amikor először lépte át a forint árfolyama 300-at, akkor azt mondta, hogy ez egy lélektani határ, ami a kormány gazdaságpolitikájának a kudarcát jelenti. Hát, hogyha mi 34 alkalommal mutattunk ilyen kudarcot 8 év alatt, a Fidesz pedig 200 alkalommal 4 év alatt, akkor Hoppál Péter is leszűrheti, hogy vajon mi az igazság ebben. Orbán Viktor a parlamentben beszélt a minap, és ott egyébként nem először meghirdette 2014-et, mint a rezsiharc évét, és azt mondta, hogy óriások tyúk szemére léptünk, de nem tűrjük tovább magánmonopóliumokat, az erőfölénnyel visszaélést, az igazságtalanságot, a kettős mércét, a kapzsiságot és az extra profitot. Azt is mondta, hogy a brüsszeli multik bankárok és bürokraták újabb támadásra készülnek a magyar családok ellen a rezsiharc következtében, és azt is mondta, hogy radikálisan le kell törni az európai és a magyarországi tarifákat általában energia szempontból. Példának említette az Egyesült Államokat, akkor sokkal alacsonyabbak az árak, és azt mondta, hogy ezt nem lehet piaci árakkal, csak szabályozással elérni, de a cél, hogy Magyarországon legyen a legolcsóbb az energia az egész Európai Unióban. Azért is öntől kérdezem ezt, mert hogy volt energiaügyi miniszter annak idején. Én ott ültem a parlamentben hétfőn, amikor a miniszterelnök ezt a beszédet mondta, és az egész beszéd alatt, mind a szöveget tekintve, amit ön most idézett, mind pedig ahogy viselkedett a miniszterelnök, végig az a képen volt, hogy ez egy bomlott elme, őrült beszéde. A miniszterelnök meg van őrülve, hogyha ilyen ostobaságokat beszél. Hát hogyan? Egyrészt az állításai nem igazak. Ki az, aki Magyarországgal szemben háborút indítana? Diktátoroknak a régi technikája az, hogy mikor belpolitikai problémáik vannak, akkor olyan szövegeket adnak elő, hogy szegény, ezer sebből vérző kis hazánkat valami külföldi tankok fogják taposni tankokról majd. Tankokról nem beszélt, nincsen a kötelezettségszegési eljárásra. Nincsen ilyen támadás Magyarországgal szemben. Nem támad minket az Európai Unió, nem támadnak minket a multik. Ezek az miniszterelnök elmeszüleményei, mivel megpróbálja elterelni a belpolitikai bajokról a figyelmet. És van az Európai Unió nem csinál más, álma, mint a dolgát végzi, amikor rámutat arra, hogy Magyarországon törvénytelen dolgok vannak. És elég nagy baj, hogy Magyarországon már nincsen olyan intézmény, mert a Fidesz mindet elfoglalta, hogy minket megvédjen egy őrült elmétől. Most már csak az Európai Unió marad. De van egy álma a miniszterelnöknek, ami ebből világosan körvonalazódik. Nem tudom, hogy ezt is őrületnek minősíti-e, hogy miért ne lehetne nekünk olyan olcsó energiánk, mint az egyes államoknak, meg ázsiai országoknak, amivel mennyire növelni lehetne a gazdasági versenyképességünket. Azért miért ne érhetnénk el, hogy non-profit úrnak, legyen a közműszolgáltatás, és itt legyen a legolcsóbb az állam. Nem termelünk. Sajnos, menjünk vissza 1000 évet a magyar történelembe, és beszélgessünk el a honfoglaló magyar vezérekkel, hogy milyen kis butuskák voltatok, hogy odahoztatok minket, ahol nincsen olaj, szén és urán a föld alatt nagy mennyiségben. Ilyen egyszerű az oka. Minden ilyen energiahordozóban Magyarország importra szorul, márpedig, hogyha ezt külföldről hozzuk be, akkor annak meg kell fizetni a világpiaci árát. Nem igaz, hogy a miniszterelnök ezt az nagyon egyszerű összefüggés nem érti. Nálunk nincs itthon elég gáz, olaj, szén, és még folytathatnám a sort a föld alatt, hogy mi olcsón tudjunk termelni. Nem arab ország vagyunk, és nem is az Egyesült Államok, ahol például ugye a palagáz termelés, ami miatt az elmúlt néhány évben jelentősen sikerült csökkenteni a rezsiárakat. Az a másik állítása a miniszterelnöknek pedig, hogy nálunk a legmagasabb a gáz és az energia ára Európában, ez egész egyszerűen nem igaz. A 28 tagú Európai Unióban a közé a 10 közé tartozunk, ahol a legolcsóbb, vagyis pont az ellenkezője az igaz. Magyarországon ma drágább a gáz és drágább az áram, mint a 2010-es kormányváltáskor volt. Hát ez a rezsicsökkentés. Itt folyamatosan nőtt a rezsi az elmúlt 4 évben. Nincs olyan mondata a miniszterelnöknek energiaügyben, amiben igazat mondana. De egyébként az elmúlt évben valóban csökkent a rezsi, de ezt
azért már tudjuk. Hogy előtte nőtt 2 éven keresztül olyan keményen, hogyha ezt a 10% meg még egyszer nem tudom hány százalék rezsicsökkentést hozzátesszük, még mindig magasabbak az árak, mint a 2010-es kormányváltáskor voltak. Köszönöm, hogy elmondta a véleményét. Köszönöm szépen a meghívást.